Üdvözlök ismétlen mindenkit. A mai livestream is meg lesz tartva szokás szerint. Ma is nem sikerült a ilyen YouTube károsító videóknak ellenállni. Nagyon egyszerű rá magyarázat, mert nem régen szoktam rá. Kb. És nehéz róla leszokni. De a tévéről, a filmek és a sorozatok nézegetéséről teljes mértékben sikerült. Az annyit tesz ki, úgy kell elképzelni, hogy már nem 3 hónapja nem nézek tévét, tehát hogy már 4 hónapja. Biztos vagyok benne, 4 hónapja nem nézek semmilyen tévét. Hát maga a tévé az ördög. A csatornák mások. Valaki elsőmik, hogy jó tévét kell választani. De minek kell választani tévét? Ki az, aki folyton a tévét nézze napi szinten? A tévé azért van, hogy tönkretegye az agyat. És ha az agy nem gondolkozik eleget, vagy nem a saját agyát próbálja a virtuális képet valósítani, hanem látja, akkor az annál butább fog lenni. Ráadásul tönkre fogja tenni a szemet a tévé. Egyszerűen fölösleges. Nem csak az, hanem a mindenféle eszköz, ami nem hoz haszont, az mind-mind az ördögnek a műve. Nagyon sok tévés állítás van arról, hogy az ördög elméletileg a fészek van. Azért van így mondva, nagyon sok gyenge elme, azt higgye, nincs sok pénze neki, hogy nagyon jó, hogy mennyországba jut. De nagyon téved. Nagyon tévednek. Az is lehet, hogy még pokolba se nem jutta. Még rosszabb helyre bírnak jutni, mint a pokol, ha folyton csak a filmeket és a sorozatokat nézik. Mert a filmek és a sorozatokban a bűn forrása. Nagyon egyszerűen meg is mondom, miért is. Azért, mert a filmben próbálnak kélni magukat, kérezgetni magukat, úgy is elkenni sorozatokban. Újabb divat, hogy mindenfelé autók járnak. Nincs sem bicikli, se motorkerékpár, csak autók. Nagyon egyszerűen rá magyarázat, mert az újabb sorozatokban mindenhova csak autóba közlekednek. És nekük is ugyanúgy kell közlekedniük, mint a sorozatban lévőknek. Hogy mind-mind annak a jele, hogy gyenge az elméjük. Akinek erősebb lenne az elméje, az nem utánozza másikat folyton le. Attól függően, hogy kit is utánozza le. De nem ilyesmiket. Itt van ez a sok. Hiába filmek. Mind-mind arról szól, hogy megkapja az elme, amire vágyik. Nem tudja megkapni a valóságba, képtelen virtuális világba nézni. És vannak ilyen filmecskék. Én itten, amik itt vannak, egyetlen egyet sem láttam. Nagyon sok gyenge elme úgy veszi fel ezt, hogy azért vannak itten ezek a filmek, hogy ezt végig kell néznem. Nekiállok, és megnézem. Mi az értelme, ha megnézed őket? Én nem nézek semmit se. Semmilyen filmet, ami a tévében. Se híreket, se időjárást. Sajnos ezekről a fránya YouTube által generált videókról nézem. Mindenki tudja, hogy a YouTube arra megy, hogy minél jobban elnyomja az egyént. Minél kevesebbet tudjon, akarjon, olyan legyen, mint egy robot. Nyilvánvalóan mindig ilyen cégek szokták fizetni a
YouTube-ot is, tudom, cégek, otthon szervezetek, nem ilyen másfajta állami, hanem ilyen titkos szervezetekre gondolok, a gyenge elmém szerint, hogy szórakoztassák le az egyént. És elméletileg így az egyén kiváltsa asztalt, nem kap meg. De a YouTube azt hiszi, hogy én ezekre rászoktam kikelni, hát nagyon téved. Kíváncsi voltam, hogy mit ajánl föl. De minek? Ugyanezt a valóságban ennél jóval többet el tudok én érni. Hogy eléggé furcsa videók vannak rá itten. Hát, most ez is benne lesz. Hogy meg kell lehet érteni azt. Soha se! Nem kell semmilyen rehallgatni. Főleg ilyen YouTube-ra, oktatásra is. Ne is beszéljünk a rászoktatásra. Pont onnan ered a YouTube-on való nézegetések. Hogy rászoktattak arra, hogy folyton nézem. Azok is nézték, és vajon az agyam le tudtam másolni. Ez annak van jele, hogy abban az időben gyenge volt az elmém. Nagyon gyenge volt, hogy egy sima munkást le tudtam másolni. Ez akkora nagy szégyen számomra, ennél nagyobb szégyen nem érhet. Érhetne. Ez nagyon nagy szégyen. Ez én még szégyenlenni fogom magamat jócskán. És miért? Kik tehetnek róla? Hát ne menjünk ebbe most bele. Ez nem a mai streamben lesz szó róla. Hogy itt komolyan kell venni az ördög jelenlétét. Vannak ilyen sátánista szervezete, akik örülnek, hogy a pokolba jutnak. Azért örülnek, mert tudják, hogy van rosszabb a pokolnál. Arra is volt szó, mi a rosszabb a pokolnál. Az előző streamekben, videókban is volt róla szó, hogy van itt. És kicsit vissza kell ugrani a történelembe. Olyan 7000. Az időszakításnak talán 7000 évet. És itt van a legfontosabb, a származás. Hova is tartozunk, hova is tartoztam, valamikor még. Hát a szerintem ilyen terrorista hitből alapszik. Hát, értitek, hogy miről van itt a szó, az örök harc, de azóta már kicsit már változott, nem ugyanaz, mert hogy tudni élik, hogy van rosszabb, mint a pokol. És ez így van valósában, nem úgy van minden, ahogyan ezek a sok tévé hatalmi szerepben mondják, hogy nem történik semmi se. Valósában mindennek van következménye. De a gyenge elme nem tudja megkülönböztetni, mikor is van a valóságban, és mikor van virtuálisban. És én arra jöttem rá, hogy én nekem a valóságban kell átmennem. Ha valóságban összejönne minden, a mai napon nem lenne ez a stream sem. Már réges régóta már külön lenne egy helikopterem, vadászi helikopter, meg egy pár rakétavetőm. De vajon nem jött ez össze? Kétem vagyok még kicsikét tovább streamelgetni. Köszönöm ismét a figyelmeteket. Szevasztok! Ahogy ne felejtsem el, a legfontosabb megemlíteni. Próbáljatok leszokni a virtuális világról, mert az káros az egészségre. Ismétlen köszönöm a figyelmeteket. Szevasztok!